A Microsoft nemrég bejelentette, hogy digitális előadások keretében havonta fognak információkat mutatni az Xbox Series X konzolról. Kezdésként pedig pár külső stúdió játékát láthattuk. Ezeket fogjuk most végigvenni. Ha jól sikerül ez a videó, megpróbálok az összes havonta megjelenő előadásról készíteni egy összefoglalót. Nézzük is, hogy miket jelentettek be. Bright Memory Infinite. Régen egy leárazás alkalmából megvettem a Bright Memory-t, és bár nem tetszett akkor, amikor kipróbáltam, jól látni, hogy az Infinite bátyja, vagy inkább nővére, milyen jól néz ki, mennyi a fejlődés, és hogy konzolokon is megjelenik ez az úzós FPS. Bár nem szeretem a szériát, úgy tűnik jön a Forza Horizon 5, bármi? Dirt 5, azt akartam mondani. Hát engem hidegen hagy ez a játék, menjünk tovább. Scorn, na, azt hittem már, hogy végleg elfelejtelek. Erről a játékról már 3-4 éve tudunk, de még mindig semmi. Csak annyi, hogy ja, amúgy jön Xbox Series X-re. De mikor? Erről az atmoszférikus horror játékról elmondhatnám azt, mint mindenki, hogy anyád az atmoszféra, anyád a környezet, anyád az anyád. De nincs sok reményem a Scorn sikerével kapcsolatban, mert innen látom, hogy ugyanazt a faszt fogja beszopni, mint az Agony. Nyálazzanak, hogy milyen durván néz ki. Rájönnek, hogy ez a játékmenet drasztikus rovására ment, és megutálják. Az Agony Shock 2018 év legrosszabb játékai top listában szerepel, az IGN Hungary pedig az év legrosszabbjának titulálta. Ha ezt az EBB szoftver orvosolni fogja, akkor talán jó tanács, az, hogy beleteszel lövöldözős részeket a játékban nem segít sokat. Corvs. A videó alapján ez egy Star Fox játék, csak még menőbb. Érdekes. Elmondanátok, hogy mi a különbség a Madden 21 és a Madden 20 között? És a Madden 20 és a Madden 19 között? És a Madden 19 és a Madden 18 között? És a Madden 18 és a Madden 17 között? És a Madden 10... Ja, hogy realisztikusabb a játékosok mozgása? Ó, én kérek elnézést! Ezek az állatok képesek 20.000 forintot évente kifizetni ugyanazért. Hé, ez rátok is vonatkozik, el ne bújjatok! Nézzétek, mennyi stúdió foglalkozik az Xbox-sal, olyanok, mint a CI Games, és City Interactive, a Roblox, vagy a Teon. Mi van? Nem ismeritek őket? Hát hogy nem játszottatok az örök klasszikus Rambo-tő videógémen és a megérthető árazású Terminator Resistance-el? Nem ismerem ezeket a túton csávokat, de biztos királyok lehetnek, ha kétszer kiírták őket. Hosszú nevű Vampiros játék 2. Eleinte érdekelt, amikor tavaly márciusban bejelentették, de később kaptunk gameplay felvételt, és elment a kedvem az ott látottaktól. Remélem kihasználják azt, hogy eltolták a megjelenés időpontját. A gameplayre, de inkább a harcra kell még a csiszolás. A trailer jó pofa volt így is. Call of the Sea. Nagyon, de nagyon jól néz ki. Érdekel. Jöjjön mi hamarabb? The Ascent. Jól néz ki, de nem indított el bennem semmit. Nézzük a következőt. The Medium. Csak is azért, mert hogy a Bluebird Team készíti, örülnöm kéne, de a Layers of Fear 2 és a Blair Witch nagymadag fogadtatás után vannak kétségeim. Scarlet Nexus. Elég nagy örültségnek néz ki. Amint végignéztem a trailert, az volt az első gondolatom, hogy ki volt az az állat, aki jó ötletnek gondolta odaadni a japánoknak az új Xboxot, hogy fejlesztenek rá játékot. De mint később kiderült számomra, nagyon jól tették. Second Extinction. No hát, de királyú néz ki, a picsába, nem már srácok. Yakuza Like a Dragon. Bevallom, mégis jó ötlet volt odaadni a japánoknak az Xbox Series X-et. Néztem az elején, hogy ez mégis mi a szar, de a végre megtetszett, és az összes eddig bemutatott játék közül ez érdekel a legjobban. Nem foglalkoztam nagyon a Yakuza sorozattal. Azt gondoltam róla, hogy ez az a tipikus, kevesen ismerik, de azok nagyon imádják széria. De ez az egyszem trailer lenyűgözött. Japán fasságok egymás hátán, hasonlóan járnak a túl dramatizált jelenetek is. Szóval képzeld el azt, hogy egy játékban az történik, hogy egy csávó egy távirányítóval lehív az űrből egy lézert, amit saját magára irányít, és meghal. Van ennél királyabb dolog? Utána néztem is, egy picit szarul esett az, amikor kiderült, hogy körökre osztott harcrendszere lesz. Nem szeretem az ilyen játékokat, de ennél az esetnél talán nem annyira gáz. Évvégén fog megjelenni, addig meg lesz időm játszani a régi játékokkal. De nehogy azt higgyétek, hogy ennyi az egész.
mert az adás kezdete óta írták, hogy vigyázz gyökér, AC Valhalla gameplay lesz, miután leleplezték a játékokat. És mit ne mondjak? A Ubisoftnál elmebeteg degenerált emberek dolgoznak, akik azt hiszik, hogy egy játékon belül készült rövid teaser trailerre nyugodtan ráállgathatják, hogy gameplay trailer. Végre is in-game, szóval miért ne lehetne gameplay, ugye? Hát nem. Egyszer már elkövették ezt a The Division 2-nél, ott is gáz volt, de itt egy AC-nál kiverte a biztosítékot a játékosoknál. Azonban kedves húzás volt a Ubisofttól, hogy segített a Naughty Dognak, mert most a Valhalla botrány népszerűbb, mint a The Last of Us 2 balhé. Ezek voltak a májusi Xbox Series X előadáson. Ha a következő is érdekes lesz, jön róla a videó. Remélem tetszett nektek ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok! I did it, been the answer, strictly sticking to the code.